Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatej televízió híradóját látják, Ravoncs Rita vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Rendkívüli ülés, szerződésekről tárgyaltak Szekszárdon. A kéménytűz megelőzhető, fontos a rendszeres karbantartás. Több fejlesztésre is sor kerül a városban, egyhangú döntés született több napi rendi pontban. A sárkány éve tüzes energiákkal rendelkezik, szerencsét hozó a mitikus jegy. Rendkívüli ülést tartott Szekszárd megyei jogú város közgyűlése, az egy napi rendi pont előterjesztője Gyurkovics János a település alpolgármestere volt. A képviselők a december 14-i ülésen hozott döntést tárgyalták újra. A napi rendi pont tárgyalása előtt bemutatkozott Zsikó Gál Klaudia, aki harmadszor kezdte meg a közszolgálatot a hivatalban, ezúttal Szekszárd megyei jogú város jegyzőjeként. Még korábban született döntés arról, hogy a Tarka SC Szekszárd kosárlabda csapata teremhasználati díj megfizetése nélkül természetbeli juttatásként használhatja a város sportcsarnokát. A korábbi, december 14-i közgyűlésen aztán az a döntés született, hogy szerződés nélkül senki sem használhatja a sportcsarnokot. A KSC jelenleg nem rendelkezik szerződéssel. Most a hiányzó írásbeli megállapodások megkötésének határidejét tárgyalták újra. Az új időpontot február 19-ére módosították. Ami bekerült, különféle szabályzatok, hogy el kell számolni a sportközpontba mindenkinek azzal, amit ott töltött időt, az idővel, ki mennyi támogatást kapott, milyen támogatást kapott, erre felszólítás az Oktatási Bizottságnak egy felmérésre, ami alapján ki fogják számolni, melyik sportoló egyesület mennyi pénzt szeretne kapni, és ehhez milyen támogatást kell nekik a költségvetésben, majd a 2024 évi költségvetésben. A képviselő hozzátette, véleménye szerint a KSC-nek átküldött szerződés egy tartozás elismerő nyilatkozat. Február 19-éig mindenki számolni fog, jönnek különféle táblázatok, azokat elemezzük és eldöntjük, hogy mi lesz. Arról továbbra sem született döntés, hogy a Szekszárdi klubot a város támogatja-e a teremhasználati díj elengedésével. Murvai Árpád, a közgyűlés, oktatás, sport és ifjúsági bizottságának elnöke korábban úgy nyilatkozott, nem üldözik és nem akarják kirakni a csarnokból a sportcsapatot, csupán jogszerű eljárást kezdeményeztek a hiányzó szerződések megkötésével kapcsolatban. A napokban érkeznek a legkisebb keresetűek első jelentősen megemelt fizetései annak köszönhetően, hogy decembertől a minimálbér 15%-kal, a garantált bérminimum 10%-kal emelkedett. A béremelés közel 1 millió dolgozót érint, és a magasabb keresetekre is emelő hatást gyakorol, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. A bérek emelése a munkaerőpiaci aktivitás növeléséhez is hozzájárul. A gazdasági növekedés helyreállítása érdekében a kormány célja, hogy a 15-64 év közöttiek aktivitási rátája a jelenlegi 78%-ról 85%-ra növekedjen. Ennek érdekében a kormány új és célzott munkaerőpiaci programot fog elkészíteni. A statisztikák alapján a tűzesetek jelentős százalékáért a kémény rossz állapota felel. Ennek megelőzéséről beszélgettünk Köves Péterrel, a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivőjével. Ha a fűtési szezonban bekövetkező emberéletet követelő tragédiákról van szó, elsőként mindenkinek a szénmonoxid mérgezés jut az eszébe. A kéménytűzek sajnos szintén számos emberéletet követelnek évente, és sokan nem is tudják, hogy ezek kialakulásának hátterében mi áll. A tavalyi évben, tehát a 2023-as esztendőben 24 alkalommal riasztották a Tolna vármegyei tűzoltókat egyébként ilyen esetekhez. Összesen 21 települést érintettek ezek a kéménytüzek. Ebből csak itt a mostani fűtésszezonban, ami tavaly októberben kezdődött meg, a mai nappal bezárólag már 9 alkalommal riasztották így az egységeket. Itt legutóbbi időben egyébként december 16-án még Szakcson riasztották a dombovári tűzoltókat egy
családi házhoz itt egy a kéményben lerakódott korom izzott, el is távolították az égető anyagot a tüzelőberendezésből a tűzoltók, majd értesítették a kéményseprőket, és természetesen megtiltották a kémény további használatát a kéményseprőipari tevékenységet ellátó szolgáltató kiérkezéséig. Egy hasonló eset történt Bogyiszlón is 2024 első napjaiban, ahol egy saváló kéményben korom rakódott le, melynek égéstermékét sikeresen távolították el a tolnai önkormányzati tűzoltó parancsnokság munkatársai. Annak érdekében, hogy a hasonló eseményeket, eseteket azt elkerüljük otthonunkban, nagyon fontos itt a tüzelőanyag megválasztása természetesen, tehát ez lehetőség szerint száraz fával történjen, semmiféle kemikáliát, illetve hulladékot ne dobjunk egyébként így a kandallóba, cserépkályhába, egyéb tüzelő- és fűtőberendezésekbe, ez megint csak a korom, valamint a kátrány lerakódását segíthetik előadott esetben. Itt a kormot még egyszerűbben egyébként adott esetben eltávolítható egy kéményből, viszont a kátrány bizonyos esetekben már csak a kémény szerkezetének megbontásával távolítható el, tehát ez komolyabb anyagi utána költségeket fog maga után vonzani. Túlnyomó részt a tűzesetekért a lerakódások gyulladása a felelős. Ez a kémény tisztításának elhanyagolásából adódik, ezért is kiemelten fontos, hogy időben gondoskodjunk a megfelelő karbantartásról. Kéményseprőipari tevékenységgel kapcsolatos ügyfélszolgálati telefonszám a 1818 9.1-es menüpont alatt található. Tavaly több mint 13 milliárd eurónyi beruházás érkezett Magyarországra, ami rekordnak számít, mondta a külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön közzétett videójában. Szijjártó Péter úgy fogalmazott, hogy tavaly a világgazdaság nagyon komoly válságokat élt át, és ezt mutatják a globális adatok is. 2021-ről 2022-re 12,5%-kal csökkent a világon végrehajtott beruházások mértéke. Tavaly az első fél évben újabb 30%-os csökkentést jegyeztek fel. Azt mondta, a fentiek tükrében még nagyobb teljesítmény az, hogy ezekben az években a magyar gazdaság folyamatosan beruházási rekordokat döntött. Több fontos döntést hozott Tolna város képviselőtestülete, talán a legjelentősebb, hogy továbbra is biztosítják a dietetikus ellátást a városlakóknak, illetve több buszvárót is létesítenek majd a Tolna-Mös szakaszon. Több fontos ügyet tárgyal Tolna város önkormányzat képviselőtestülete a 2023-as év utolsó ülésén. Itt többek között döntés született jelentősebb szerződések újrakötéséről, illetve a lakosság szempontjából fontos dietetikusi szolgáltatást ellátó szakember megbízásáról. Most arról döntöttünk, hogy meghosszabbítjuk ezt a szerződést, és ugyanúgy járhatnak hetente egyszer az egészségházba a diabéteszesek, segítséget kapnak mindenféle gyógyszeres kezelésre, és esetleg az étkezésre vonatkozóan tanácsokat. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon népszerű, nagyon sikeres szolgáltatása ez a városnak, és természetesen a képviselőtestület úgy döntött, hogy ezt a továbbiakban is biztosítja az itt élők számára. Összesen 28 napirendi pontot vitatott meg a képviselőtestület. A testületi ülés egyebek mellett egyhangulag elfogadta a 3 darab fedett buszváró létesítését, ezzel is megkönnyítve a lakók mindennapjait. A TOP pluszban, aminél szintén fontos döntések voltak most, hogy a városon átvezető úgynevezett 5112-es útnak a mentén lévő buszmegállókat egységes formába építjük, és modernizáljuk, de ettől függetlenül fontosak azok a buszvárók is, amik nem ezen az útvonalon vannak, hanem akár Mözsön a Szent István utcában, akár a Szedresi utcában, akár a gimnázium előtti területen vannak. Itt jelen pillanatban nincsenek fedett buszvárók, arról döntöttünk, hogy egy ilyen műanyag buszvárót létesítünk ott is. Határozat született a TOP plusz koncepciótervek jóváhagyásáról is, illetve fontos előkészítésű folyamat zajlik a februárban esedékes pályázatok beadásához szükséges feltételek előkészítéséhez. Befejezték a nyomozást a paksi rendőrök annak a sárkeresztúri férfinak az ügyében, aki még 2022 májusában vonta ki magát a rendőri intézkedés alól. Tájékoztatott a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfi igazoltatásnál autójával menekülni kezdett az egyenruhások elől. Autópályán és lakott területeken is elhaladt. Száguldozása a Sárvízpatak partján ért véget.
Az elfogadt férfit közúti veszélyeztetés büntette, ittas jármű vezetés vétsége és rongálás vétség gyanúja miatt hallgatták ki. Az ügyvizsgálatát a paksi rendőrkapitányságon a napokban befejezték, és az iratokat az ügyészségnek vádemelési javaslattal küldték meg. Bár tavaly a magas kamatok és emelkedő árak miatt sokan halasztották el autóvásárlásukat, aránylag jól teljesített a magyar új autópiac. 2023-ban 107.720 új személygépjárművet helyeztek forgalomba, csak 3,4%-kal kevesebbet, mint egy évvel korábban. A használt autópiac forgalma azonban jelentősebben 16,2%-kal csökkent, közölte a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete. Tavaly 5807 tisztán elektromos személyautót helyeztek forgalomba, 23,4%-kal többet, mint a megelőző évben. Megjegyezték, a használt autóimport növekedésével párhuzamosan folyamatosan emelkedik a magyarországi járműpark átlag életkora, amely meghaladja 15 évet. Tüzes energiákkal érkezik a sárkány éve. Ez a mitikus jegy a jó szerencsét, erőt, egészséget szimbolizálja. A kínai asztrológia szerint komoly változásokra számíthatunk a 2024-es évben. Molnárné Gyürki Erika asztrológus elmondta, hogy februárban befejeződik a nyúl éve, és belépünk a fa sárkány esztendőbe. Utoljára 1964-ben volt ilyen év, mely történéseit érdemes visszaeleveníteni, mert hasonló értékek kapnak fókuszt idén is. A sárkány éve szereti az eredetiséget, az eredeti dolgokat. Tehát ez az egyik, amire törekedni kell, hogy önbizalom, eredetiség. A másik ugye az igazság, az igazság érzete. Harmadrészt a sárkány nagyon nagy lelkű állatjegy. Tehát amikor Buddha maga elé hívta az állatokat, akkor a sárkány negyediknek érkezett. Nem azért érkezett ő negyediknek, mert nem tudott volna csak úgy hip-hop oda repülni, hanem azért, mert tud közben folyton megállt segíteni az embereknek. Ilyeneket csinált például, hogy esőt varázsolt nekik. Az asztrológus hozzátette, hogy az év leghangsúlyosabb és legpozitívabb hónapjai lehetnek az április, a szeptember és az október. A kakas, a majom és a patkány jegyében születettek különösen jól profitálhatnak az idén. Mire kell figyelnünk tehát nagyon erőteljesen? A forrásainkra. Mik lehetnek a mi forrásaink? Minden, amire tudunk támaszkodni, tehát a képzettségünk, a végzettségünk, az anyagi forrásaink, az erőforrásaink, a körülöttünk lévő kapcsolatrendszer. De akár a szüleinkre is mondhatom, hiszen a sárkány évében nagyon előtérbe kerül maga a család. A család, a kapcsolatok, a párkapcsolat. Tehát ezeket a dolgokat kell stabilizálni, és erre lehetőségünk is lesz. A sárkány erőteljes szimbólum, ami erőt, ambíciót és kreativitást hordoz magában. Ez az év kedvező lehet a nagy tervek megvalósításához és új projektek elindításához, alapozásához. Nem annyira fogunk látványos változásokat látni, inkább a lassú, jól megalapozott építkezés éve lesz ez. Abból hozzuk ki a legjobbat, amink van. Regionális híreink következnek. Figyelni kell, az adóelőleg nyilatkozatokra változást hozott az idei év. Tűzoltólegek, rengeteg vonulás volt Somogyban. Újévi díszhangverseny volt a Kodály Központban, 20 éves a Pannon Filharmonikusok. Fontos változások történtek az adóelőleg nyilatkozatoknál, idéntől változásokra számíthatnak az érintettek. A legfontosabb tudnivalókat mondta el televíziónknak a NAV baranyai sajtóreferense. Az új év változást hozott az adóelőleg nyilatkozatoknál is, mondta a stábunknak a NAV baranyai sajtóreferense. Három adózói kört érint ez. Az első házasok kedvezménye, a személyi kedvezmény, és a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye esetén az adózó kérheti a kifizetőt, hogy a nyilatkozatát mindaddig változatlan adattartalommal vegye figyelembe, amíg új nyilatkozatot nem tesz, vagy pedig nem kéri a korábbi nyilatkozat mellőzését. Ezt a nyilatkozatot folytatólagos nyilatkozatnak nevezzük.
Továbbra is vannak olyan kedvezmények, ahol maradtak az adóelőleg nyilatkozat korábbi lehetőségei. Megmaradt a korábbi adóelőleg nyilatkozattételi lehetőség a családi kedvezménynél és a 30 év alatti anyák kedvezményénél. A 25 év alatti fiatalok SZIA kedvezménye esetében pedig továbbra is csak akkor kell nyilatkoznia a fiatalnak, hogyha részben vagy egészben nem kéri a kedvezmény érvényesítését. Fontos, hogy minden változást, ami a kedvezményt érinti, jelezni kell a nyilatkozatban a kifizető felé. Az adóelőleg nyilatkozat, illetve a folytatólagos adóelőleg nyilatkozat adattartalmáért minden esetben a magánszemély felel. Ezért nagyon fontos az, hogy a változásokat azonnal bejelentsék az adózók. Például már nem érvényesítheti a családi kedvezményt a gyerek életkora miatt, de ezt nem jelzi új nyilatkozat beadásával, vagy a folytatólagos nyilatkozatban foglaltak alkalmazása miatt adóhiány keletkezik. Akkor a jogkövetkezmények a magánszemélyt terhelik. 2023-ban is rengeteg vonulást tudott maga mögött a Somogy vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A leghosszabb tűzoltás 10 órán át tartott, amíg egyetlen hétvége alatt 432 vonulást hajtottak végre a szakemberek viharkárok miatt. Emellett a tűzoltók több alkalommal mentettek állatokat is Somogyban. Ezek a felvételek még június elején készültek Somogy szob mellett. Egy sertéstelep egyik épülete gyulladt ki és éget le teljesen. Tűz ütött ki egy több ezer négyzetméteres sertéstelepen, Somogyszob külterületén, mintegy 400 sertés a tűzben elpusztult, de 20 ezeret sikerült a tűzoltóinknak megmenteni. 9 település riasztott tűzoltó kiérkezésekor, az egyik 3000 négyzetméteres épület már teljes terjedelmében lángolt, a tetőszerkezet szinte teljesen beomlott. 46 tűzoltónak mintegy 6 órás megfeszített munkával sikerült a lángokat teljesen elfojtani. A legtöbb műszaki mentést februárban egy hétvége alatt hajtották végre a somogyi tűzoltók. A hatalmas vihar miatt összesen 432 esetben kellett cselekedniük vármegye szerte. Folyamatosan dolgoztak a tűzoltóink az utak szabaddátételén, illetve az autók kiszabadításán, amelyeket kidőlt fák temettek maguk alá. Számos esetben épületeket rongált meg az erős szél, műanyag, illetve üvegféltetőket rongált meg, a baleset veszélyes, illetve a magasban lógó tetődarabokat is a tűzoltóinknak kellett eltávolítani. A legnagyobb leégett épület szintén Somogyszob határában található, ahol egy használaton kívüli 13.000 négyzetméteres sertések tartására szolgáló csarnok gyulladt ki még augusztusban. A legnagyobb robbanást Kaposvár-Zselickertvárosban regisztrálták, ahol gázpalack robbant fel. 10 órás megfeszített munkával sikerült eloltaniuk a lángokat a kaposvári Nádasdy utcában a tűzoltóknak, ahol az összeohadott szemét kapott lángra. Nagy mennyiségű hulladék, műanyag szemét, autógumi, illetve zajnövényzet kapott lángra Kaposváron a Nádasdy utcai családi házak mögötti bokros területen. Kaposvári és a Dombovári hivatásos, valamint a Kötél Egyesület önkéntes tűzoltói a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával több órán keresztül megfeszített munkával dolgoztak a lángok megfékezésén, mint egy hektáron 100 köbméternyi hulladék lángolt. Számos mentés és elhárítás mellett a tűzoltóknak arra is jutott idejük, hogy az állatok védelmére felhívják a gyerekek figyelmét. Mintegy 220 kaposvári iskolás ígérte meg, hogy jó gazdi lesz az Állatok Világnapján a Somogyi megyeszékhelyen. Újévi díszhangversenyt adott a Pannon Filharmonikusok, egyben megalakulásának 20 éves jubileumát is ünnepelte a zenekar Pécsen a Kodály Központban. Az est karmestere Bogányi Tibor volt. A Pannon Filharmonikusok számára az új év egy extravagáns, színes, ugyanakkor a hagyományokat felelevenítő bécsi muzsikával fűszerezett és különleges meglepetéseket nyújtó műsorral köszöntött be. Bogányi Tibor vezető karmester páratlan hangulatról gondoskodott. Mint tudjuk, elbúcsúzik a művész, azonban vendégkarmesterként még visszajön a jövőben a Pannon Filharmonikusokhoz. Miután már 12 éve én dirigálom az újévi koncerteket, nagyon sok jó anyagon átmentünk, ami ide illik, de azért ez egy visszatekintés is. Itt ebben az újévben eljátszott
játszom a nekem nagyon kedves zeneműveket. Eldirigálhatom és el is játszom, mert Bánfalvi Zoli nekem írt egy csellóversenyt, azt eljátszom egy részletét, illetve Finlandia, a finn kötődést kicsit megmutatjuk ezzel, de mondhatnám magyar zenéket is. Itt van velünk Sárközi Lajos, egy fantasztikus új felfedezés, ugye ő már évek óta fel van fedezve, de nekem egy viszonylag új felfedezés. Ott Rezső írt neki egy versenyművet, szóval ez egy komplexen nagyon jó műsor állt össze. A pannonfilharmonikusok életében immár 20 éve jelen van az újévi koncert hagyománya, mely a pécsi klasszikusokat kedvelő közönség számára is tradícióvá vált. Az egykori pécsi szimfonikus zenekar a 2003-ban elindult fejlődési íve egyik első állomásaként nevet változtatott, mint egy jelezve, hogy a város határain túlnyúló sikerek elérése a célja. Biztosak voltunk benne, hogy ha lesz lehetőségünk végigjárni azt a pályaívet, amelyet akkor bemutattunk Pécs város vezetésének, hova tovább pécsieknek, hova tovább Magyarország kultúrpolitikájának, akkor egy olyan szimfonikus zenekar születik meg, amely egy országos reprezentációjú, sőt az ország határon átnyúlik, és Európában helyet talál magának. És ha így, akkor ez valóban nem csak egy szakmai munka, hanem egy márkaépítés, egy brandépítés, új arculattal, új névvel, és hogy miért a pannonfilharmonikusok? Hát egy pannon régió, amely messze átnyúlik az ország határon. Hogyha Ausztriába átutazunk, akkor ott nagyon-nagyon sok céget találunk, aki ezen a déven dolgozik, sajátjuknak érzik. Talán ezek voltak az induló gondolatok, és hát valóban megfutotta azt a pályaívet ez a márkanév, amelyet reméltünk tőle. A hagyomány szerint az év legrangosabb társadalmi eseményén a Kodály Központ elegáns környezetében köszönthette a közönség az új évet. Végül mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer röviden. Rendkívüli ülés, szerződésekről tárgyaltak Szekszárdon. A kéménytűz megelőzhető, fontos a rendszeres karbantartás. Több fejlesztésre is sor kerül a városban, egyhangú döntés született több napi rendi pontban. A sárkány éve tüzes energiákkal rendelkezik, szerencsét hozó a mitikus jegy. Pénteken egy meleg front érkezik délire forduló helyenként megélénkülő légmozgással. Délelőtt még több felé várható napsütés, majd délutára országszerte megvastagszik a felhőzet. Estig csapadék nem valószínű. Éjszaka erősen felhős, illetve borult lesz az ég, néhol előfordulhat kisebb eső. Friss hírekkel legközelebb péntek este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, azt oszták meg velünk is, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!